ennek a kétváltozós függvénynek kell meghatározni a szélsőértékeit ezen a zárt tév alapon. A függvény folytonos, az azt jelenti, hogy biztosan fölveszi a szélsőértékeit. Ha a belsejében, akkor a kritikus ponton, tehát ugye, ha nem, akkor meg a kerületén kell, hogy ezt megtegye. Na nézzük, hogy a kritikus pontok találhatók el a síkidomon belül, azaz nézzük, hogy mi a parciális derivált, x szerint 3x négyzet mínusz 2y, y szerint ugye mínusz 2x plusz 3y négyzet, oldjuk meg a egyenletrendszert. Egyenlő 0. Az elsőből ugye kapom azt, hogy akkor a 2y egyenlő 3x négyzet, azaz y egyenlő 3x négyzet. Ezt, hogyha visszaítestem a második egyenletbe, akkor mínusz 2x meg 3-szor ennek a négyzete, az 9/4x. A negyediken egyenlő lesz 0, negyed fok, vagy akkor persze szorzattá tudunk alakítani, csak úgy tudunk dolgozni. Mínusz 2 meg 27/4x a köbön egyenlő 0, szorzat akkor, hogyha valamelyik szorzó tényező 0, tehát hogyha az x egyenlő 0, akkor visszaírva ugye ide az y is, ugye 3/2x négyzet miatt, akkor az 0-val lesz egyenlő. Tehát van egy kritikus pontunk, a 0, 0. Menjünk tovább, nézzük meg itt, hogy innen milyen kritikus pontokat kapunk. Ugye ez azt jelenti, hogy akkor 27/4x a köbben az egyenlő 2-vel, x a köbben egyenlő 8/27, ezek köbszámok. Szerencsére, tehát akkor itt ugye nem is kapunk olyan rossz értéket. X egyenlő 2/3, y egyenlő ugye 3/2x négyzet, alapján visszaköst az elsőbe, akkor ez itt 3/2 szorozva 2/3 a négyzeten. Ugye ezek a reciprok számok, tehát ezért kiírjuk biztonság kedvéért, hogy lássuk, hogy ez ténylegesen 2/3 fogadni. Igaz? Lehet egyszerűsíteni. És akkor 2/3, azaz az m2, az a 2/3, 2/3. Megvannak a kritikus pontok, nézzük, hogy belül esnek-e. Egy lapon belül, hát 0-0, ugye ez az origó, tehát ez itt biztosan belül van, illetve van a 2/3, 2/3, ugye persze egynél kisebb, tehát akkor az x koordináta itt van, és az y is egynél kisebb, ez azt jelenti, hogy biztosan belül van. Azaz ki kell számolnunk, meg kell határoznunk a függvény értéket, ugye a 0-0 pontban, kritikus pontban behelyettesítve 0-t kapunk, illetve a 2/3 helyen, ha kiszámolom, ugye akkor azt fogom kapni, hogy 2/3, tehát ez 8/27-ből 2-szer, ugye 2/3-szor 2/3, ugye 2-szer 4, 9-szer, és megint van a köb, tehát akkor az 8/27. Akkor ez lesz 16/27-ből 8/9-et közös nevező, 27, tehát 3-mal szorzunk, ez 24, tehát ez itt mínusz 8/27 lesz. No, ezeket ideírjuk, ezeket az értékeket, nem megyünk tovább, nem nézzük a magasabb rendű deriváltakat, hiszen azt mondjuk, hogy helyileg mi van, az számunkra különösebben nem is lényeges. Mínusz 8/27. Jó. Na, akkor meg vagyunk. Ezek vannak belül, és nézzük a kerületen, mit mondhatunk. Hát a biztonság kedvéért azért ezeket a kritikus pontokat, értékeket fölvesszük. Tehát van nekünk az M1, az a 0-0 pont, és itt a függvényérték 0, van az M2 pontunk, 2/3, 2/3, ebben a pontban pedig azt mondtuk, hogy mínusz 8/27 a
függvényérték. Menjünk tovább a kerületen, induljunk el, mondjuk ez itt az 1-es, ez itt a 2-es szakasz, ugye ez itt a 3-dik, ez itt a 4-dik, legyen a 4-dik. És akkor nézzük, hogy ott a függvény milyen értékeket mit vesz föl. Az 1-es következik. Azt mondja, hogy ez azt jelenti, hogy az x az ugye mínusz 1 és 1 között van, az y az a konstans. Mínusz 1, tehát visszaértesítve kapunk egy egyváltozós függvényt, x-től függ, ugye x köb meg 2x, és van a mínusz 1 függvényünk. Tehát ennek a függvénynek kell, ugye ezen a zárt intervallumon a szélsőértékét meghatározni, függvény folyton, és akkor fölveszi a szélsőértékeit, vagy a kritikus pontban, amit ugye belül van, vagy a végpontokban, tehát hasonlóan, mint a többváltozósban persze. Nézzük a kritikus pontot, azaz deriváljuk. 3x nézze, meg 2-t kapunk, természetesen ez, ugye ez mindig pozitív, azaz nincs kritikus pont, ez nincs kritikus pont. Tehát csak a végpontban kell kiszámolnunk ugye a függvényértékeket, az f1-et a mínusz 1 pontban, ha számolom, mínusz 1, mínusz 2, mínusz 1, ez a mínusz 4 értéket kapunk, a másik végpontban az 1-ben az 1, meg 2-ből 1, azaz a 2 értéket kapom. Na, vegyük is föl, tehát akkor itt ugye, ebben a pontban mínusz 4 a függvényérték, ebben a pontban 2. Ezeket külön nem sorolom föl, mert elég egyszerűen be lehet azonosítani a koordinátákat, úgyhogy itt ezt oda majd nem írom föl. Menjünk tovább, akkor következik a második szakasz. Ebben az esetben az y az mínusz 1-től 2-ig tetszőleges, az x rögzített, mint 1, ez azt jelenti, hogy itt egy egyváltozós, de y-tól függő függvény kapunk, tehát x helyre 1-et írva, 1-ből 2y, meg y függvényünk van. És ugye feltétel az, hogy megint csak egy zárt intervallumon kell menni a szélsőértékeket. Derivált kritikus ponthoz, ez mínusz 2 plusz 3y négyzet. Természetesen itt lesz kritikus pont, mert ugye az egyenlő nulla egyenletnek van megoldása, mégpedig a plusz mínusz gyök 2/3. 2/3 az kisebb, mint 1, tehát ez természetesen azt jelenti, hogy itt van a mínusz 1, a 2, vagy akkor ez mind a 2, ugye, belül esik a vizsgált intervallumon, mínusz gyök 2/3, és itt van a plusz gyök 2/3. Mert az egynek kisebb, akkor az abszolút értékben is egynek kisebb, tehát mínusz 1 előtt van. Jó, ez azt jelenti, hogy akkor 4 pontban kell venni, ugye, itt meghatározzanak a függvénynek az értékeit, menjünk sorban. Akkor a G1 függvény ugye a mínusz 1 helyen, ez azt jelenti, hogy 1 meg 2-ből 1, azaz a 2-t fogunk kapni, ezt is kell, de pont ezt az értéket, akkor a következő a mínusz gyök 2/3 helyen, akkor 1 mínusz, vagy mínusz az plusz, tehát plusz 2-szer gyök 2/3, és a köbe, akkor az mínusz lesz, tehát ez 2/3 a 3/2-en, az fogja fel, hogy 2/3-szor gyök 2/3, azért könnyebb legyünk ezt az összevonást elvégezni, tehát 1, a 2 egész az 6/3, tehát 1 plusz 4/3-szor gyök 2/3 alakban talán a legegyszerűbb fölírni. Azt mondja, hogy akkor a gyök 2/3 helyen nem csak annyi a különbség, hogy ugye itt az egy mínusz előjelünk van, itt pedig egy pluszos előjel. Igen. Tehát ez azt jelenti, hogy itt
1 mínusz 4 harmadik, ők 2 harmadot kapnak. És jön a végpont, a kettő helyen a függvény érték 1-ből 4, meg 8, ugye az 5. Na, vegyük fel akkor ezeket. Tehát ez ellenőrzésre jó, hogy ez 2 volt. Akkor itt ebben a pontban 1 plusz 4 harmad, mondjuk 2 harmad. Ebben a pontban ez itt 1 mínusz 4 harmad, mondjuk 2 harmad. És van a végpont, ott pedig az 5 értéket veszi fel. Most itt ezeket a pontokat azért biztonság kedvéért fölírnánk, tehát jó, ezeket nem olyan könnyű leolvasni, hogy ez micsodák, tehát akkor menjünk sorba, mondjuk az előbb M3-mal, ami ugye az x volt az 1, az y az a mínusz, mondjuk 2 harmad, itt veszi fel a függvény a 1 plusz 4 harmad, mondjuk 2 harmad értéke, az M4 pontban, ami az 1 és a plusz, mondjuk 2 harmad, és ott az N mínusz 4 harmad, mondjuk 2 harmadat. Hát a később is olyan könnyebb egyen beazonosítan. Jó, akkor jön a harmadik szakasz, ugye itt ebben az esetben az x az mínusz 1 és 1 között található, az y az konstans 2, tehát akkor f2 az x-től függ, és nem más, mint az x köb mínusz 4x plusz 8 függvény, ennek a szélső értékei ezen az árt intervalluma, mínusz 1-től, akkor a derivátja az 3x négyzet mínusz 4, akkor 3x négyzet egyenlő 4-ből x négyzet egyenlő 4 harmad, ami 1-nél nagyobb, tehát megoldjuk ugyan, hogy ugye ez itt plusz-minusz gyök 4 harmad, de egy is sem, hogy esik bele a mínusz 1-1, mind a kettő pont kívül található, mínusz 4 gyök harmad, és itt van a 4 gyök harmad. 4 harmad, bocsánat, 4 harmad a gyök. Tehát ez azt jelenti, hogy csak a két végpontban kell kiszámolnunk, azaz a függvény értéket inkább ide, most már közelebb van is az ábra, tehát akkor az F2-t a mínusz 1 helyen behelyettesítve, hogy azt kapjuk, hogy 1 mínusz x köb, akkor az mínusz 1, mínusz mínusz plusz 4, és akkor itt lesz a plusz 8, tehát akkor 12-ből 1, ez 11 lesz ez az érték. A másik végpontban az 1-ben behelyettesítve 1-ből 4, meg 8, ez pedig 5-tel lesz egyenlő. Persze annyit is kell kapnunk, tehát ugye az eleve kiszámoltunk, de a biztonságot még egyszer meghatározzuk, és akkor a másik végpontban ugye 11, tehát itt van 11. Jó. No. És akkor ezek után kell az utolsó szakaszon, a negyediken nézni. Tehát itt sem veszünk fel újabb pontot, mert könnyen beazonosítható a végpont. Tehát a csúcsa a téglalapnak. A negyedik, az pedig, akkor itt vagyunk, tehát az y az mínusz 1-től 2-ig tetszőleges, de az x az rögzített mínusz 1. Ez azt jelenti, hogy y-tól függ a kifejezés, azaz mínusz 1, meg 2y, meg y köböt kapjuk meg. A derivátja, ja, igen, a feltétel persze megint csak az, hogy ugye zárt intervallumon kell nézni. A derivát az 2, meg 3y négyzet, megint, hogy ez pozitivitás teljes, akkor nincs kritikus pont, nincs. Nem az, hogy nem esik belőle, nincs kritikus pont.
pont, és akkor ez azt jelenti, hogy csak a végpontban kell kiszámolnunk ugye a függvény értékét, tehát a G2-t kell a mínusz 1 pontban, ez mínusz 1, mínusz 2, és ott az mínusz 1. Tehát mínusz 4-et kapunk, illetve a G2 az 1 helyen, beértesítve mínusz 1, bocsánat, nem az 1, az y az a 2 helyen van, tehát akkor ez mínusz 1, meg 4, és az meg 8, tehát az 11-et fogjuk megkapni, és hát persze, tessék, mínusz 4, és a 11-et megkaptuk. Nincsen újabb szám, amit vizsgálunk kellene. No, és akkor, hogyha ezen készen vagyunk, akkor össze kell hasonlítani a számokat, hogy melyik a legnagyobb, melyik a legkisebb, válasszuk ki. Tehát, ugye, most jól látszik, hogy a 11 az a legnagyobb, tehát függvényét veszünk fel a maximumát, és a legkisebb érték, tehát mínusz 80, az biztos, hogy mínusz 1-nél kisebb, ez se lehet egy olyan nagy szám, tehát akkor a mínusz 4 lesz ez a hely, ahol veszem a minimumát a függvényt, meg a maximumát.